Sziasztok! Sziasztok! És ezt te kezd. Én kezdek. Jó, volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender. Jaj, Istenem. Aladdin. Volt egyszer egy Aladdin. De ne én mondjam, én csak egyetetet. Volt egyszer egy Alibaba. Alibaba. Jó, igen? Volt egyszer egy ember, na. Ennyi? Aha, és volt neki szakálla. Meg piros pont a fején. Jó. Én pedig az unok a testvére. Ja, várja, tudom. Épp halászott, mert ő egy halász volt, amikor a felesége hívta. Ú, de gonosz vagy. És itt laktak? Opa. Itt laktak. Aha. De Meteora 06. Meteora? Ja. Amikor becsapódik az a meteóra. Na igen, hívta a felesége. A szép felesége. És igen? Becsapódott egy meteor. Hol van itt meteor? Hát, jó, mindegy. Becsapódott egy meteor. Összetörte a vázát. Igen. Ezért nagyon mérges volt az asszony, mert ez egyébként mi? Azt látom, hogy restos, biztos el itt a rostos, hogy ez alma-szerű akar lenni. Szerintem citrom. Akkor citrom. Mert igen, mert citrom főzeléket akar csinálni a... Mert citrom főzeléket akar csinálni a virág cserébe, de a meteor összetörte a köcsög, a vázát, és ezért hívta a férjét, hogy ne birizgáld már a halakat, inkább szerezd be egy új köcsög vázát. Na? Úgyhogy a férj elment a babypandákhoz vázat szerezni, mert tudta, hogy a híresek a vázakészítésről. De aranyos. És ekkor kapott egy festményt. Mi a tököm? A baby pandák meglepték. Hát ez így nehéz. Ja igen, megvan. Hát a pandák azok nem akármit kértek a köcs vázáért, hanem egy festményt. Egy igazi festményt. A Grand Hotelről. Grand Hotel. Tényleg az van, de írva. Nem ez a Budapest Grand Hotel? Nem, ez a Grand Hotel. És akkor, vagy aztán... tökéletes. Hát igen. Tehát a halásznak, igen, ahhoz, hogy eljusson a képhez, a Yetihez, úgy hívják, hogy... Siel. Nem. De figyelj, mert egy talpa van, vagy miatt úr, és a kezein is talpak vannak. Ez a síelés új fokozata. Így lehetett eljutni a Yetihez. Csak három talpú síléccel. De láttam már ilyet? Nem. Tök fura. Lehet, hogy azért, mert ő ilyen... Snowboard. Járássérült. Vagy mozgássérült, és... Hát ez komoly. Még nem láttam ilyen eszközt. Jó, szóval így jutott el, ahová? Szóval ilyen furcsa három talpú sível lehetett eljutni a Yetihez, akinél a Grand Hotelről van a kép. Akinél a Grand Hotelről van egy kép. Igen. Úgyhogy a halász felszette mind a három talpát a sínek, és elindult a Himalájába festményt szerezni. Aha, jó, oké, nem értem. Az igen, és itt lakott a Yeti. Ez meg milyen? Ja, itt van Reborn. Ja. Reinkarnáció biztos. Fában a fa. Igen, elment a Yetihez. Aki egy új mutáns fát tenyésztett épp. És boldogan adatta a festményt a... Hogy hívták? Alibabának? Alibabának a horgásznak. Hát igazából Aladdin volt, és Alibaba is nem egyeztünk a nevében. Akkor
akkor... Ő a halász. A halász. Ali Babadin. Ali halász. Ali Badin. Ali Badin. Legyen Ali Badin. Ali Baba meg Aladin, Ali Badin. Jó. Tehát Ali Badinnak odaadta a festményt. Csak hogy haladjunk. És visszament a pandákhoz, akik ennek a növénynek a tetején laktak. Mert tényleg. Ez milyen úgy? Nem tudom. Elszáradt kóró. Untitled. És egy címe sincs. Hát. Untitled. Jó, tehát így elment a pandákhoz, akik ezen az untitled gazon laktak, és kapott tőlük vázat. Tök jó. Tehát hazament Ali Badin feleségéhez, aki miatt nyitott közben egy éttermet, hogy mi ez? Nem tudom, címet nézd meg. Ez puskázás. Black and Golden. Igazából nem. Matra, Eva, Lamerra, jó. Lamerra. Ja, de hát mondjuk így néz ki a házuk közelről. Hazament a feleségéhez, odaadta neki a köcsvázát, és boldogan éltek, amíg össze nem törte a következő meteor. A feleséget. Jó éjszakát, gyerekek. Kellemes álmokat.